Országépítő Podcast. Anyag és szellem. A magyar szerves építészet hangja. Jó napot kívánok! Zajti Ferenc vagyok, az Országépítő Net magazin műsorának szerkesztője. És ha itt a háttérben némi zajt hallanak, az nem véletlen, mert a Fonóban ülünk, és beszélgető partnerem Horváth László, a Fonó igazgatója. Rögtön adódik a kérdés, hogy egy építészeti magazin műsor mi a bubánatot keres a Fonóban. Többféle választ is tudnánk adni erre, de az első talán az lenne, ha Laci bemutatkozna és elmondaná, hogy hogy is és milyen módon került ő ezzel az építészettel valamilyen kapcsolatba. Na, jó napot kívánok, én is örülök, hogy beszélgethetünk. Hát az építészet az egy ilyen álom volt, megmaradt az én életemben. Tehát arra emlékszem, hogy 7-8 éves lehettem, és a Németországban lévő rokonok, azok mindig ilyen nagy, gyönyörűen nyomott építészeti katalógusokat küldtek haza, mert az olyan trendi volt a Burda magazin mellé berakni ilyen magazinokat, és azt évekig lapozgattam, és az úgy bevésődött, hogy a németországi építőipar vagy tervezés 70-es években mennyire modern, meg konformista, meg látványos, mert tehát hogy úgy jó volt úgy magadba szippantani az építészetnek a szépségét, és akkor nem is lett kérdés az, hogy én a középiskolát Szabadkán az építészetnek szentelem. Ezt élveztük is a szabadkai középiskolában, az 2 éves képzést jelentett, mert nagyon jó tanáraink voltak, tehát a matematikát, ábrázoló geometriát, talán a városi bejárásokat, stb. Tehát, hogy úgy szecessziós életérzés, tehát az úgy átjött, és akkor adta magát a kérdés, hogy hova mész tovább tanulni. Hát és akkor Szabadkán volt építő mérnöki egyetem, ott kint a stadion mögött, hát akkor beiratkozik az ember, és bízik benne, hogy ez a flow, ez majd folytatódik, érdekes előadások lesznek. És talán az egy kezemben meg tudom számolni, hogy hány ilyen érdekes előadás volt. A Klein Rudolf adott elő néha ilyen építész történeti ömlengéseket, vagy akkor már Japánban is járt, meg Tel Avivban tanított, és akkor vetített néha az a 4-5 év alatt, amíg én oda jártam. De viszont kivéreztettek bennünket, tehát ha van oktatási intézmény, akkor az a szabadkai az olyan, ahol semmilyen szellemi képzés nem tesznek hozzá az építészethez, hanem a száraz statika, meg a mérnöki analógia, és ez egyáltalán nem tetszett nékem, úgyhogy én azt az egyetemet nem fejeztem be, igazából ott hagytam, meg mázlim volt, hogy a képzés alatt, amikor pont nem tudom, a 3. évet ismételtem, talán akkor eljuthattam Sopronba. Volt egy kísérleti év, Németh László Közép-Európai Népi Akadémiát tartottak, dán népfőiskolai mintára volt egy kísérleti évfolyam, ahol olyan oktatók adtak nekünk elő, mint Gábor Jáni Péter, Berec András, Szokolai Sándor, hogy a legnagyobbakat mondjam, tehát is így egyszerűen fölnyitották a szemünket, hogy hát az élet az sokkal tágasabb, meg sokszínűbb, és kijutottunk Dániába is, például népfőiskolákat látogattunk meg, talán egy hónapot kint voltunk, na és akkor abszolút kinyílt a világ előttem, hogy egyrészt mindig csináld azt, amihez kedved van, másrészt meg, hogy a civil dolgoknak micsoda ereje tud lenni. Tehát ez Dánia már akkor, ez a 90-es évek közepe, akkor is az egyik legélhetőbb város volt, Koppenhágában is többször jártunk, és akkor úgy megmaradt, hogy hát azt csináld azt, amihez kedved van. Hazajöttünk a népfőiskolai képzés után, érdekesség, hogy csak ez az egyetlen kísérleti évfolyam maradt meg, tehát nagy mázling, mert közép-európai szellemiségben gondolkodtak. Tényleg erdélyiek, délvidékiek, magyarországiak, felvidékiek voltak egy csoportba rakva, tehát hogy megelőzte a korát ez a kísérleti évfolyam is. És amikor utána hazamentem, akkor például láttam egy Makovec Imre előadást, amikor arra a szevillai dologról, pavilonról adott elő, lejöttek, nem tudom ki volt akkor a sofőri, 3-on kiültek, és egyszerűen így sokkolták az ott lévő publikumot, 200-250 embert, mert hogy megint csak felszabadító építészeti érzéseket adott át akkor Makovec Imre, meg a Kisfenek a zenéje, és tudom, hogy ilyen elementáris erővel hatott, ugye ezek ilyen háborús időszakok voltak akkor Szerbiában,
Tehát a nagy letárgiában, amikor ilyen szellemi üzenetekkel találsz, akkor az így lelkesít. Na és akkor onnantól kezdve elkezdtem én is követni az országépítőt, betoppantunk, tudom, főépítészi konferenciára bátran bejelentkeztünk, tele volt főépítészekkel, és megjelentünk ott páran délvidékiek, hogy és maguk, hát mi érdeklődünk, és akkor az is jó volt, hogy szóba álltak veled, és akkor megnézték, hogy mit tudsz, aztán építésztáborokat csináltunk a Vajdaságban, építészet az Alföldön, megtaláltuk Valkai Zoltán kollégánkat, aki ugye teljes őrültségben, szellemi felszabadulásban rajzolta a megújult Alföld építészetét, és akkor úgy jó volt ebben az illúzióban élni, hogy építészettel érdemes foglalkozni. Lejött hozzánk utána a népi építészeti tanszék Kishegyesre, ezek a civil szerveződések, fogalmam sincs, hogyha találtak meg bennünket, és akkor Szabó László vezetésével például a Kishegyes népi építészetét felrajzolták, utána ajándékba adtak egy óriási gyűjtőkönyvet, akkor szembesültem azzal, hogy Kishegyesnek micsoda népi építészeti értékei vannak, meg is vettem az utcámban lévő házat, amit addig föl sem figyeltem rá, mert egy nagyon szürke épület volt az utcafronton, de befelé pedig egy nagyon módos paprikás gazdának a háza volt. Azt aztán felújítottam, tehát igazából így elkezdtem kiélni az építészeti elemeket, hogy milyen az, amikor építészeti modernitást viszel be, mit szabad, mit sem szabad. Még emlékszem, hogy a Gerle János is járt lent, ő kritizálta az épületet, akkor meg kellett védeni a színeket, stb. Vagy a formákat. És akkor így nyakig belekerültünk, tehát egyre jobb építészeti magazinok jöttek, az Oktogont lapozgattuk, a Világépítészete bejött, úgyhogy ez az építészeti szerelem ez megmaradt. A mai napig kapom az e-maileket különböző oldalakról, tehát is nézem, hogy a világ igazából mennyire elhúz mellettünk, tehát akár a modern vagy az identitást adó építészet az a magyarhoz képest most teljesen más irányt vett, vagy igazából azt látni talán, hogy a magyar építészet az ilyen leülőben van, tehát az a nagy modernizmusnak látjuk, hogy semmi értelme van, talán az organikusok lehet, hogy kifújtak egy picit, most itt előtte beszéltünk egy pár gondolatnyit erről, hogy ez hogy is van, de a jó példák azok viszont élenjáróak, ugye szó volt arról, hogy Makónak mennyire megváltozott az arculata, vagy Csengernek, biztos, hogy lehetne sorjázni azokat a városkákat, aminek a kitartó 10 éves következetes építkezése azért markánsan megmutatja, hogy a vidéki alföldi városoknak, vagy a vidéki magyar városoknak is van építészeti krédója. Na, úgyhogy én az építészetről nagyon sokat tudok beszélni, mint látod. Hogy lett ebből a fonó? Tehát most elmeséltél egy életút elejét, hogy lett ebből aztán a fonó? Ez az alföldi civil élet, ami ott a 90-es években zajlott, mondom, tehát hogy mindenbe belevágtunk, ami érdekelt bennünket, hát nem volt nehéz a nulláról építkezni egy háborús ország, akkor ugye Milosevic országában óriási infláció volt, ilyen 1000%-os inflációt, és mindig mosolygok, amikor itt mindenki pánikbe esik, hogy már 15%-os, tehát tényleg volt olyan, hogy a apám fizetése, amikor fölült Újvidéken a buszra, mire hazaért, megint inflálódott egy keveset, tehát hogy és az másnapán nem ért semmit. És akkor ebben az underground világban egyre több művésszel sodott össze az élet, és Lajkó Félix akkor bontogatta a szárnyait ott Szabadkán, tehát akár merre jártál, mindig az ő muzsikáját lehetett hallani, vagy a esti kocsmából, vagy napközben a színháznak a próbaterméből szűrődött ki, és hát Kishegyesi lévén ismertük egymást, az apám által vezetett asszony kórusba, ő annak idején még ilyen 10 évesen citerázott, tehát hogy volt egy ilyen kötelék is, meg a legendák szerint az öcsémnek a hegedűjét kapta meg először, amikor ő elkezdett a zeneiskolában hegedülni. És akkor így a Félixszel egyre többet kezdtünk el lógni Szabadkán, és akkor ő már úgymond komoly művész volt, mert bevette a médiavévet, és ott elhasalt előtte a magyarországi közvélemény, és akkor így belekeveredtem abba, hogy az ő zenéje mellett CD-t adjunk ki, első koncertet szervezzük meg, a következőt szervezzük meg, és akkor talán ő mondta azt, hogy itt van egy hely Budapesten, a Fonó, ahol ő már muzsikált, és hogy itt talán igazgatót keresnek, vagy valami pályázat is lesz, és akkor egy-két kollégát megismertem a zeneiparban, és ők ezt megerősítették, úgyhogy 99-ben kérlek szépen én egy pályázatot adtam le a Fonó Budai Zeneház ügyvezetésére, akkor már 2 éve Budapesten éltem, és nem tudom, volt 6-7 jelentkező,
kettőnket, hármunkat hallgatták meg, és valahogy rám esett a választás. Akkor itt voltam egy évig igazgatót, ez nem túlzás, hogy fölfordítottuk a budapesti életet, mert a Fonóból egy nagyon trendi hely lett, akkor laktuk be itt a szomszéd loftépületet, akkor hoztuk ide az Artus Színházat, képzőművészeket, nem volt nehéz, mert akkor még nem volt konkurenciája a fővárosban az ilyen kezdeményezéseknek, nem volt a 38 hajó, nem volt millenáris, nem volt MIPA, tehát hogy ami úgy frissen hatott, az azért vitt mindent, tehát hogy nagyon bátran mentünk előre, és az akkor soknak tűnt itt a tulajdonosnak. Egy év után akkor én elmentem a piac irányába, a Lajkó Félix-el, Bobán Márkovics-el, a muzsikással kezdtem el dolgozni. Akkor már megalapítottuk a Kishegyesi Dombos Fesztivált, egyre több fesztiválra jutottam el, úgyhogy 10 évig talán a piacon dolgoztam, aztán egy furcsa körülmény kapcsán egy kiállításon találkoztam a Fonó tulajdonossal 2009-ben, és úgy poénból, hogy hát már én visszajönnék, hogy nem lehetne-e. És hát igazából azt mondta, hogy de, nézzük meg, és utána visszajöttem, és onnantól kezdve megint csak a Fonó a bázis a mindazon zenei kísérleteknek, vagy akármilyen leágazásoknak, tehát hogy a Fonóban beszéljük meg azt, hogy mit fogunk csinálni a kulturális piacon, legyen ebben szó ugye építészetről, pajtakultról, héttoronyfesztiválról, vagy zenei menedzsmentekről, vagy fonós fesztiválokról is. Hát akkor, ha már ez szóba került, akkor egyből húzzuk el a Héttorony Fesztivált, mert ugye a fesztiválok közül mondjuk az építészethez talán ennek van egyik szoros köze. Ez honnan jött ez az egész gondolat, és mi ez a Héttorony Fesztivál? Még egy Lajkó előzmény, hogy a Félix is, hogy hát valamit kéne, hogy merre menjünk, és akkor már ismertem a Makovec tereknek a szépségét, ismertem a Kisferit, mert a hangvető céget, azt közösen alapítottuk, és akkor, hogy hát hogy kéne bejutni a Makovechez, és akkor mondta a Feri, hát, hogy nagyon könnyen, ő odaszól a Kecske utcába, és akkor menjünk, és valóban akkor titkárnő mondta, hogy hát akkor kedden este 6 órára gyertek. Vagy talán napközben volt. Igen, napközben volt, még világos volt, és akkor egyszerűen elmentünk, mondtuk, hogy mi vagyunk a délvidékiek, Lajkó Félix zenésztársa, azért jöttünk, hogy szeretnénk útmutatást kérni Makovec Imrétől, hogy mely épületekben menjünk el, ez az ember ott szeretne hegedülni. És akkor volt egy alapgondolat, azt elmondtuk, hogy hát Paks, ott lehet, Pilis, hogy van a Pilisi kampusz, az Pilis-Vörösvár? Pilis Csaba. Oda ne menjetek, ilyen kategórikus volt, jó, oda nem megyünk, akkor hova menjetek Kolozsvárra, menjünk Kolozsvárra, oké. Okay. És akkor így összeraktunk tavasszal egy 5 állomásos koncertet, ősszel meg egy 4 állomásost, és ezeket a koncerteket rögzítettük. És tudom azt, hogy ugye szeptember végén halt meg Makovec Imre, és akkor fölhívtam a Félixet, hogy hát ezek a fölvételek azért most már jóval többet érnek, hogy volt szerencsénk a mester útmutatásával végigjárni a Makovec épületeket, és hogy ezek jól vizsgáztak. Tehát nekünk is nagy élmény volt, a Félixnek is, a közönségnek is, hogy végül is egy akusztikus zenével meghódítottuk ezeket a színpadokat, és hogy nagyon egyedi élményekben volt részünk. Tudom, Lendván is voltunk, tehát ez, hogy a határon túl mindig más pénznemben fizetsz, más a tájszólás, tehát hogy ez egy akkora lökést adott. Akkor kiadtuk a Makovec albumot a Fonóban, és a Ferivel beszélgetve, a Kisferivel, hogy hát akkor a Makovec életművet hogyan lehetne továbbvinni, mert a Kisferi ugye próbálkozott Héttorony Fesztivállal Budapesten, a különböző vasas, meg ilyen-olyan műfázakban, de értelemszerűen a tér nem találkozott a küldetéssel. Aztán az így adta magát, hogy hát a Makovec barátok, hódolók, azok talán össze tudnak úgy fogni, hogy akkor a Héttorony Fesztivál a Héttorony szellemiségébe, a Makovec épületekben, a Kárpát-medencében tud megvalósulni, úgyhogy most vagyunk túl a 11. évfolyamon a Makovec halála után, amikor tényleg bejárjuk a kedvenc Makovec épületeinket, és elvisszük a kedvenc produkciókat oda. Úgyhogy persze vannak most már mindenkinek prioritások, hogy mely városokba vagy falvakba kell elmenni, meg hogy melyik közeg, melyik inkább népi, vagy popkulturális, vagy világzenei, vagy a szólistáknak, vagy az énekeseknek szól inkább, tehát hogy most már ez könnyű összerakni.
de azt is elmondhatjuk, hogy a Covid évek, mert ugye novemberben zajlott mindig ez a fesztivál, azért ott kétszer megtépázták rendesen a fesztivál hangulatot, úgyhogy azért tettük most idén át májusban, hogy jó időben frissen végigmegyünk a Makovéci tereken, és hát úgy tűnik, hogy jól tettük, mert most meg ugye az energiaválság tett volna be azzal, hogy nehéz a templomokat vagy a nagy légtereket fölfűteni. De hát túl vagyunk az idején, megint okultunk egy csomót, tehát hogy amennyire változik a világ, meg a körülmények, tehát annyira kéne ezekbe az időtlen terekbe mégis valami időszerűt elvinni, tehát hogy nagyok a kihívások. Nem csak zenei produkciók vannak itt, tehát ez egy összművészeti fesztiválnak indult, és most is tulajdonképpen az, hát itt vannak kiállítások, előadások. Beszélgetések, építészeti, fényfestészetet is behoztuk, ugye ez is érdekes volt, mert ezt tudtam, hogy a fényfestészetre kirajzik a város népe, aztán ez egy jó beltetés volt, Makón kezdtük el először, tudom, hogy iszonyú nagy köd volt, de mégis kiment a fényfestő csapat, és tudtam, hogy ott fognak sétálni és szelfizni, és másnap több ezres megtekintése volt az épületnek, hogy fényárban úszik a makói hagymaház. Másnap persze, hogy telt ház volt, meg megint sokan jöttek, és akkor ezt megismételtük, hogy a fényfestészettel a Makovéci tereket is ki lehet tölteni, vagy meg lehet festeni. Tudom, hogy ez egy pár ikonikus építésznek nem tetszett, valamiféle szentségtörésnek tartották, de a világ ebbe az irányba halad, és szerintem nincs baj ezzel, mert ilyen városi krédót is adott például Battának az a fotó, ahogy a battai főtéren ki van világítva, fényfestve a templom, tehát hogy egy ilyen megint csak egy elszállós hozzáadott értékkel bírt a Makovéci gondolat. Hát nem tudom, hogy mit mondott volna hozzá a mester, mert tényleg azt gondolom, hogy a Makovéci terek egy ilyen kimerevített időtlenséget sugároznak, tehát hogy ott bemész, és akkor úgy egy, kimondott, hogy egy, tudod, hogy mi az egy, és nem kell magyarázni semmit. Viszont ha művészettel magyarázol valamit, az néha jó, de hogy néha annak is nincs értelme, mert hogy a művészet is egy. Ha most hallgattad a Dresdnek a koncertjét a gálán, akkor megint csak leesett az állat, hogy nincs mit magyarázni, tehát hogy vannak beavatott figuráink, akik mindig tudják, hogy miről szól a pillanat uralása, tehát ilyen volt Makovéc is, uralta szerintem minden pillanatát az életének. Van még egy ilyen apropója már az építészeti területnek és a te személyednek, ez a pajta. Ez egy nagyon izgalmas dolog. Én emlékszem arra évekkel ezelőtt, amikor Erdélyben kint jártam, akkor az Esztán Győző volt az, aki ezeket a pajtákat, csűröket megpróbálta ott a helyszínen valamilyen módon úgy megtartani, hogy funkciót adott és egy építészeti sajátosságot adott ezeknek a épületeknek. Ezt megelőzően Ercsei Attila volt, aki ezt az egészet igazából kitalálta, hogy ezek a kallódó épületek, ezek funkciót, ha kapnak, akkor megmaradnak eredeti tartalmukban és formájukban is. És akkor hosszú ideig erről csak a benfentes szakma tudott valamit. És akkor ráröpült valaki egy itt kiváló ötlettel, hogy hát itt azért emögé nem csak az épületet, hanem valami mást is lehet szervezni. Na most erről mesélj már nekem, hogy ne én ez a béna Tili Tolival meséljem el, hanem autentikusan te, aki ezt kitaláltad. Hát megint csak a Covid-ról beszélünk, tehát az embernek akkor több ideje volt pásztázni az internetet, és valahogy pont a győző kérlek szépen ott volt az első építészeti találkozónk, amit Vajdaságban tartottunk, még nagyon fiatal tanuló volt, azt hiszem, és hogy onnan az ismerettségünk, és hogy találkoztunk egyszer-kétszer régebben is, vagy ezen a Héttorony Fesztiválon Csíkszeredán, és talán akkor így ráakadtam az ő tanulmányára, hogy MMA ösztöndíjasként a pajtákkal foglalkozik, úgy átlapoztam, hogy tényleg jó, szép a gondolat. És akkor jött a Covid, hogy a fonóba is mit lehet csinálni, mit nem, átszellőztetett tér kell, ki kell nyitni, nem fognak bérni az emberek, és ugye van a fonónak egy ipari épület, egy régi szerelőcsarnok, aminek furcsa mód az a neve, hogy pajta.
25 éves lett a fonó, hogy hát valamit azért kéne mozgatni magunkon, hogy mit csináljunk, és akkor egyszerűen az jött, hogy hát ki kell lökni az oldalát, mert egy ilyen sötét verem volt igazából ez a terem, és hogy amikor fölnyitottuk az oldalát, és beszereltük ezt az üveg, eltolható üvegablakot, egyszerűen föllélegzett a tér, mint ahogy egy nyitott pajta is föllélegzik, amikor kibevitték a szénát, szalmát. És az egy ilyen döbbenetes fölismerés volt, hogy ez a mi terünk, amit annyira nem szerettünk, hogy elkezdett együtt lélegezni a kerttel, és az emberek is szerették, és egyszerűen megoldódott a válasz is arra, hogy hogyan lehet kultúrát fogyasztani egy térben, ami jobban átszellőztetett, hát hogyha kinyitod az oldal ajtaját. Na és akkor ez egy ilyen lavina volt, hogy akkor Google pajta.hu le van védve, hát kik ők az őri szentpéteriek. Ú Nagy Gábor építette, ugye felújította azt a régi pajta épületet, azt is egy rendezvénytérnek szánták, de ma már legendás étterem van mögöttük, jó, telefon, mehetünk el, ismerkedjünk, gyertek. Pajta, megint csak mit dob ki az internet, akkor mész hosszú heténybe az Almalomb étterembe, Pelényi Margitnak a gyönyörűen felújított épület együttesen, és akkor jöttek szembe az ilyen ötcsillagos élmények, meg találkoztunk kétcsillagos élménnyel, és hogy családi örökség pajta, felújították, nem újították föl, ott áll üresen, de van funkciója, ott próbál a helyi zenekar, és hát ilyen dominószerűen dőltek ránk a pajták. Legújabb élményem, kérlek szépen, az tegnapi. A kolléganő hozta, hogy a Fertőtó partján, Ausztriában cello.at a neve. Egy iszonyú összművészeti komplexum van, ahol szintén régi gazdasági épületeket alakították át. Csak a weboldal üzenette volt már egy ilyen felemelő, hogy te jó ég, hogy mi van ott is, el fogunk oda is menni. És akkor rájössz, hogy hát a környező országokban milyen ereje van ennek. Láttuk most ezt az osztrák példát, Szlovéniában, Muravidéken, több EU-s pénzből felújított közösségi pajta van. Akkor eljutottunk Erdélybe, a Győző mutogatott már olyan épületeket, amelyeket felújítottak, panzió lett belőle, fotóműhely, stb. De ugye a döbbenetes szám, hogy ezeknek a csűröknek a 90%-a funkció nélküli ma, tehát hogy nem használják gazdasági épületnek, csak 10%-ban. És akkor, hogy hát mekkora jelentősége van ezeknek az üres tereknek, meg micsoda építészeti krédójuk. Tehát ez az, ami lenyűgöző. És akkor elmentünk Baranyába, Orfűre, tehát ott a Tekeresi utca sor, minden sváb háznak a végében pajta van. Akkor eljutottunk Vöröstóra. Vöröstóm szintén mind, ez az egy pajta erőd. Tehát, hogy igazából mesés az a hangulat, ami ott van. És igazából ezeknek a pajtáknak az építészeti ereje, az üres térnek az építészeti ereje, Adres mondta, hogy ez olyan, mint egy templom, mert tényleg, hogy nincs mennyezet, hanem egy ilyen felszabadító térélmény van, amiben miért ne lehetne imádkozni. És az egyik pajta tulajdonos az imádkozásra is használja a saját pajtáját, oda megy ki megbékélni a világgal. És akkor kisezer ilyen sztori van, hogy a pajta, a Szarvas Jóska jött, hogy ő is vett egy házat az őrségben, nem tudta, hogy mit csináljon velőle, lett a Kaszás Attila Pajta Színház. De ott van a Sui Péter, a szintén őri Szentpéteren, akinek szintén pajta színháza van. És hát ezeket csak össze kellett rakni. A Cimbinek pajta fesztiválja van Kiscsőszön. Szintén felújított egy pajtát, vagy vett régi pajtát. Na és akkor innentől kezdve azt is láttuk, hogy a pajták mit sem érnek, ha nincs mögöttük ember. Viszont olyan karakán emberek vannak a sztori mögött, akik tényleg csak azt csinálják, ami az kedvük van. Tehát őket nem fogod be a kapitalizmus, nem tudom én milyen sorába. Tehát őnekik nem vállalkozásaik vannak, hanem vállalásaik vannak. Csinálják. Hol van hozzá pénz, hol nincs. Hol van hozzá közösség, hol van hozzá közönség is. Tehát, hogy, na és akkor ebből lett a nagy rendszer, hogy fölgyűjtöttünk érte 60-80 helyszínt, aztán most jött az intézményesülés, amikor a Hagyományok Háza is ehhez hozzá csatlakozik, amikor most állami pénzt tesznek mellé, amikor jöttek a tündérkertek, mint szintén ilyen porták, ahol a közösség meg tud valósulni, és akkor mi van, ha majd a pajták kötelezően fát is ültetnek, vagy mi van, amikor a tündérkertek kötelezően pajtás programot fognak meghívni, tehát hogy egy seperc alatt bővülő hálózatról beszélünk, ahol most legalább 140-150 olyan közösséget tudunk, ahol bármikor bármi megtörténhet.
És akkor innentől kezdve egy érdekes kérdés, mert ugye annak idején, amikor szóvá tetted azt, hogy a kultúra az hol található és mi a kultúra, akkor többen felhorkantak azon, hogy rapperek meg egyéb ilyen mulatos zenei személyek nem is velük szemben, hanem mellettük odaállítottad azt, hogy azért van itt egy tradicionális kultúra, ami meg tud újulni. Ha ezt, amit most elmeséltél, ez pillanatok alatt érzékelhetővé válik, hogyha erre rá tud mozdulni egy ország, mögé tud állni, akkor ott tradicionálisan meg tud jelenni valami, ami építészetben is megjelenik, zenében, képzőművészetben, tehát itt teljes összművészeti attrakcióvá tud válni. Milyen víziód van neked ezzel kapcsolatosan? Tehát ha 10 év múlva mondjuk itt leülnek beszélgetni, akkor... Hát az első éves vízióban benne volt az, meg itt a modernista építész barátaimat lögdöstem, hogy új pajtát tervezni, aztán pont ott tartunk így egy év után, hogy felejtsük el az új pajtákat, szép az új pajtaépítész, egy gyönyörű példák vannak Lengyelországban, és építészirodák, amelyek nagyon modern, meg a skandináv építészet is, ugye erre a pajtaformára, a faépítészetben gyönyörű példákat, minimalista tereket alkot, de hát az a konklúzió, hogy a régi pajtákat kell megtalálni, és ezt a Dévényi mondta Pécsen, hogy hát ő is foglalkozott velük, a pajtákkal, és hogy a pajták sok esetben erősebb építészeti krédóval bírnak, mint az előttük lévő ház, vagy netán jobb anyagból épültek. Valami miatt a gazdák úgy gondolták, hogy a házzal majd ott bíbelődnek, de hogy a gazdasági épületnek pepecnek kell lenni, mert lehet a szomszéd miatt, vagy a megítélés miatt, vagy a gazdasságuk presztízse miatt, nem tudom. És hát így is maradtak meg Somogyba is, ha rágooglizol, hogy eladó házat keresel a pajtával, olyat házakat találsz, ahol a pajta jobb állapotban van, mint az előtte lévő romos ház. Tehát, hogy ez így ilyen beruházásnak is presztízs jellegű, és érdekes módon is kellnek ezek a házak, most már talán a pajták miatt is, fene tudja, de hogy döbbenetes volt látni, most is volt egy kis konferenciánk a Zeneházában, a Magyar Zeneházában, hogy hát ez beivódott a kulturális közbeszédbe ez a pajta, tehát nem hittük volna, hogy egy év alatt ekkorát lehet durrantani. Fontos az is, hogy nagyon jó csapattal kell dolgozni, tehát itt 3 Julcsi van, Pár Julcsi, Laposa, Kubinyi Julcsi, akik 3 megközelítésből ismertetik az adott pajtáknak a küldetését. Ott van mellettünk Szarvas Józsi, aki ugye a Viszáki példával, meg a tündérkertekkel erősíti. Van egy sportemberünk, aki sportot űz a kultúrából, a Mezei Dani, aki viszont bevitte a médiába, a Hír TV-n van havi műsorunk, meg az Indexen is próbálkozunk kisebb pajta jelentésekkel, meg van egy nagyon jó videós tábunk, tehát ez kamerával kelnek, fekszenek, álmodnak, és hát hihetetlen, hogy egy jó vizualitással mennyire át lehet adni a térnek a komplexitását, vagy a modern zenei élményeket is, tehát hogy úgy ott akarsz lenni. És hát ez most nem tudom, több 10 000 elérés, nézettség, megmondom azt, hogy ez tényleg berobbant, hát a kulturális közüzléssel találkozott, hogy most az NKA forrásokat biztosít hozzá a vidéki építészeti megújulásra, ott még nem tartunk, hogy ismerkednénk a politikusokkal, pedig valószínű, hogy ahogy a főépítészek sokat tehetnek az épületekért, valószínű, hogy Baranyában vagy kijelölhető egy-két olyan régió, ahol találhatnánk egy-két minta települést, ahol viszont a pajta tulajdonosokkal, a polgármesterekkel vagy megyei vezetőkkel szintén nagyokat tudnánk lökni ezeken az ügyeken, mert ugye ezek nem 100 milliós beruházások, hanem 10-20 millió forinttal rendbe rakható egy pajta, ami aztán egy életérzést közvetít, és valóban, amit mondtál, ez az összművészeti jellege, ez át kell, hogy jöjjön. Hogyha akarom fotostúdió, ha akarom lakodalmas terem, ha akarom a sakpartik színhelye, ha akarom próbaterem, ha akarom tévéstúdió, tehát hogy bárminek be lehet rendezni, és ahányféle pajta, annyi féle, tehát nem találtunk 2 egyforma pajtát. Az aztán Győző magyarázta, hogy ő is próbálta ott az erdélyi székely méréseknél belemagyarázni, hogy ezek típustervek, de nincs. Aranymetszésbe épült szinte minden, mint más, mert hogy a más volt a Kalákának a gondolata, vagy a emberek, akik ott csinálták, de hogy még egy érdekes dolog volt, hogy ugye minél rövidebb a nyár, vagy hogy van?
Igen, minél hosszabb a tél, annál nagyobb a pajta, hogy minél több terményt kellett betárazni, és hogyha eljutsz valóban most Ausztriába is megnéztük a nagy pajta építészetet, tehát ott is 4-500 négyzetméteres pajták vannak, tehát hogy az osztrák kultúrában is nagyon impozánsan benne van, nagyon nagy fagerendákkal, de hogy ott nagyobb dolgokat kellett téliesíteni, mint például nem tudom, melyik vidéken a legkisebbek a pajták, talán itt Kalotaszeg körül, mert ott talán még hosszabbak voltak a nyarak. Na, úgyhogy ez egy örök szerelem, aztán találkoztunk kollerépítéssel, Baranya pajtái három kötetben föl vannak térképezve, talált ki, hogy hány példányban került kinyomtatásra ez a könyv. 500. 60, kérlek szépen, 60. Ez is a rákfenéje a pályázatoknak, hogy egyszerűen ennyi pénz volt rá, ennyibe tudta, persze az a 60 darab se perc alatt el kell, de hogy véletlenül, ha 500-ba, akkor sokkal jobban megismerhető lenne Baranyának a pajta építészete, amely szintén zseniális, és ugye itt akkor bejön a sváb építészet, hogy a svábok tudatosan építettek téglából pajtákat, tehát hogy hát ezek ilyen erődök, és hogy nem tudom, miért jó ezt látni. A Dévényinek volt egy jó mondása, azt tetszett, hogy azt mondja, minden portára két épületet kell építeni, egyrészt a főépületet, a családi házat, vagy a kastélyt megépíted, meg az udvar másik szegletében egy kisebb épületet kell megépíteni. Azért kell a kisebb épület, hogy oda elmész, és onnan csodálod a nagy épületet, hogy az milyen szép. És ha vele gondolsz, a pajta pont egy ilyen épület, hogy ha akarod, akkor a házadból csodálod, hogy milyen szép a pajtád, vagy akarod, elmész a pajtából, csodálod a másik épületet, úgyhogy egy legyet, vagy hogy van két, hogy kell leütni a legyet ilyenkor, hogy egy ügyjel, egy olyan porta vásárlásával nagy ügyeket tudsz bevégezni, hogyha ha tényleg találsz ilyen eladó. Két legyet ütsz egy csapásra. Igen, amikor pajtával veszel, mert sokan akarnának most pajtával venni portát, mert ez most olyan trendi lett, de hogy tényleg olyan trendi, és miért ne lehetne ez egy új magyar valóság, mert hát tényleg bármi beleképzelhető. Netán téliesíted, akkor azért, mert egész évben ki tudod használni, nyára meg egyszerűen azért, mert a közösségi dolgokra szomjaznak az emberek. Talán a műfázak ellenébe is állítható, ezt ugye a műfázasok nem szeretik hallani, de hogy sokkal természetesebb életérzést közvetít, mint amikor egy művelődési házba mész be, ami meg valljuk be ugye egy kórterméke, tehát nem egy természetes képződmény. A pajta viszont egy természetes képződmény, és hát az a történelmi tradíció, hogy sok esetben 150 vagy 200 éves gerendák feszélyezik, és még az eredeti küldetés, vagy az üzenet is bele van vésve a gerendákba, az azért ezt elég markánsan Kárpát-medencei dimenzióra vetítve is egy ilyen időkapszula, hogy igenis. Az olaszoknál ugye 500 éves, 600 éves időkapszulák vannak, mi most a pajtákban ilyen 200 éves kapaszkodást azért meg tudnánk lelni. Meg hát ez is egy keresett tárú régen, ilyen-olyan ládákat vitték külföldre, most már a pajtákat viszik külföldre, és tényleg, hogy belegondolsz, tehát 150 éves szárított faanyagnak, tehát eszmei értéke is kimondhatatlan, hát még ha azt nagyon jó beépíted, jó ácsmesterekkel, netán csak egy meglévő térbe használod, mint belső építészeti díszítményt, fölbecsülhetetlen értéke van, és akkor hát ez a ott hagyni, összeomlik, nem omlik, elhozod, mit csinálunk vele? Tehát, hogy nagyon sok a tartalék, tehát a 90% kihasználása az még odébb van, és ha kérdésedre válaszolhatnék, akkor lehet, hogy 10 év múlva azt kell elmondani, hogy már csak 50%-a üres a pajtáknak, mert a többinek már lett funkciója, vagy az idővel való viaskodása megoldódott így, vagy úgy. Neked személy szerint milyen terveid vannak még az elkövetkezendő 50 évre? 50 éve csatszolsz, igen. Hát, akkor legyen 100. Hát egyrészt van ez a menni vagy maradni kérdés, hogy most mindig az ember úgy kipipál ilyen életérzéseket. Mi van ez a pajta életérzés? Netán kifut valami miatt, hogy nem lesz rá forrás, vagy mégse sikerül.
akkor mi a következő lépés, de mi van, ha ez bejön, ez a pajta életérzés, akkor költözne az ember mondjuk Őri Szentpéterre, mert van egy jó étterem, meg minden második portán, ott lesznek már művészbarátaid, akik pajtába alaknak, tehát hogy igazából ez a pajta közösség, vagy Vörös-tóra befészkelni magad, mert iszonyú élmény csak körbejárni a falut és látni a pajtákat. De Burgerlandot is fel kéne fedezni, tehát az is egy erős küldetés. A Rust, a kedvenc Rust a kisvároson, például ott is el tudom képzelni, hogy onnan nézem a világot. Tehát igazából ez a mozgásban levés, ez egy fontos nekem, tehát hogy sokszor kérdezték, hogy hol érzed magad legjobban, tehát úton. Úton érzem magam legjobban, tehát hogy úgy néha túl gyorsan is megyek, és ugye paradoxon, hogy a fenntartató lassulás fogalmát is bedobtuk, hogy a világnak akkor van jövője, ha lelassul, ha nem gyorsul, pedig ezzel a folyamattal mi is, hogy most hálózatot építünk, valamilyen szinten begyorsítjuk, vagy igazából azt az időmértéket kell megtalálni, hogy hogy van-e szinkronban a természettel, vagy a közösségekkel. De ez a gyorsulás, ez időtlen. Hát itt azért érdekes ez a dolog, mert egy olyan gyorsulásról beszélsz. Hát ez dominó effektus volt, igen, és jött szembe, és hogy most tényleg ezt az osztrák például el akarunk menni, megnézni, hogy mi történik ott. Útközben van a pikant pajta, amiről csak videót láttam, meg akarom nézni azt is, az is egy pajta erőd igazából. Tehát, hogy, és ha most 100 helyből van 30 vagy 50 olyan hely, ahol jó érzed magad, ez olyan, mint a régen a betyárak, amikor a kocsmákat járták, hogy meg volt az ország, vagy hol van az a legjobb 30 vagy 50 kocsmát, biztos, hogy betértek. Most így leszünk mi valószínűleg a pajtákkal, hogy biztos, hogy bemegyünk akkor is, ha nincs ott senki, és akkor megnézzük, hogy mi van ott. Laci, van-e még valami, amit mindenképpen el szeretnél mondani? Hát még talán visszatérni a makoveci gondolatra, ugye, hogy most volt az Elsimon László vezetés alatt egy kis kerekasztal beszélgetés a Nemzeti Múzeumban, és hogy ott elhangzott az, hogy a makoveci életművet, ha 10 éven belül nem állítjuk arra a pályára, amit megérdemel, akkor hogy ez is egy ilyen olyan magyar tartalék lesz, amit úgy elő lehet húzni és be lehet mutatni, de hogy például kínosan kerülték a nagy templom, a Krisztina városa tervezett templomnak a tervével, hogy mi van. Hát mert szerintem egyet kéne tenni, azt a templomot megépíteni, és akkor az egy ilyen beteljesedő sors lenne, vagy egy makoveci marketing is révbe élne, hogy ott tudsz lenni egy jó helyen elhelyezett templomban, egy olyan térélményed van, és akkor nem kell magyarázni, hogy a Hundertwassernak vagy a Gaudinak az épületét se kell magyarázni, mert ott áll valamely főtéren. És hogy ezt nem merjük feszegetni, ezt a kérdést, hogy mi van a templommal, a közadakozással, vagy nem. Például most Veszprémbe jártunk, ott a veszprémi kertben, hogy van egy jezsuita templom, és nincs felszentelve. És akkor mi van, ha ez a makoveci templom se lesz most még felszentelve? Tehát attól még jezsuitáknak ez... lehet. Igen? De hogy jó, előjön ez a vallás kérdés, hogy akkor mit szabad, vagy mit sem szabad, de hogy az ember íma az szerintem nem templom függő, hogy most azt hol engeded el, tehát azt bárhol, ha magad vagy, az működik, hogy most szellemi köröket feszegetsz, vagy találsz meg, vagy hívsz magadhoz, és hogy ez a makoveci gondolat sor is, tehát akkor tud igazából kiteljesedni, ha most nem csak mi járunk el néha a Paksra, meg Lendvára, meg Csíkszeredára, meg Kolozsvára, mert tényleg egyedi élmények vannak, hanem ez egy ilyen folyamatos rítus, mint ahogy rítus a sztánát is fölemlegetni, mert tényleg a kós is beleépített mindent abba az egy épületbe, és ha nem jártál sztánán, akkor igazából nem jártál még a Kárpát-medencébe, ezt is el lehet mondani. Na, hát hogy vannak ilyen géniuszok is, hogy ezeknek az életműve mellett, vagy sodródva, vagy megkeresni, hogy kik azok az új géniuszok, akikben ez benne van, azokkal együtt kezdeni dolgozni valamit, tehát hogy ez egy ilyen érdekes dolog, mert azt még nem mondtam, ha már építészet, hogy a Csete Györgynek is egy épületét megépíthettük Kishegyesen a Dombosfesten, és érdekes volt azt is látni, hogy hát akkor a Csetének már minden díja megvolt, amikor ő szintén tartott egy-két előadást az építésztáborunkban,
és hát, hogy akkor ő szeretne valamit adni, hogy valami tervet, és akkor kerestük a gondolatokat, hát, és ugye az 56-t nagyon foglalkoztatta az egész életében, és akkor jött az, hogy az 56-os forradalom 50. évfordulója, a Nándorfehérvári ütközetnek az 550. évfordulója, és a két évszámhoz kötően akkor jövő egy ilyen kis kápolna tervet odaad nékünk, és akkor persze ez egy olyan késztetés, hogy azt akkor az évfordulóra meg kell építeni, és akkor azt kishegyesen megépítettük. És akkor jó volt a Csete Györggyel találkozni két hetente, havonta. Az is döbbenetes élmény, hogy mennyire nem értett a statikához. Tehát, hogy neki volt egy zseniális statikusa, aki ugye megoldotta a problémáit, de akkor talán már nem élt az az ember, és akkor, hogy ott olyan megoldásokat mondott, amit én az építésztechnikusi végzettségével tudtam, hogy az nem fog működni. Aztán a Csete el, mi meg a könyves barátommal másképp építettük a kupola rejtett terhelését biztosítandó. De hogy ilyen emberekkel együtt dolgozni, vagy látni a gondolatvilágukat, hogy mi éltette őket, vagy mi vezérelte őket, tehát és akkor a Csetének ez az ironikus humora, az mindig ilyen legendásá tett ezeket a találkozásokat. Gyuri bácsi, hogy van munkája? Mi a helyzet most? Hát, Lacikám, hála Istennek nincsen. És ez is paradox, hogy miért lehetne tényleg úgy élni, hogy most nincsenek kihívások, hogy jössz-mész. Mindenkit a munka súlya terhel, meg nyomadjon, hogy még ezt kéne, meg azt kéne. És a Csete volt olyan bölcs, és azt mondta, hogy most nagyon jó van, nincs munkája. Tehát, hogy megkapta a Primissima díjat, és gratuláltunk, és ugye pont jókor jött, mert hogy most el is megy, és akkor vesz magának egy cipőt, kérlek szépen. Tehát 15 millió forintot pariba állítani egy cipővel, de hogy ezek a zseniknek a másként látása, tehát ez ilyen érdekes. Na hát, és akkor ezeket az embereket kéne kitalálni, vagy megtalálni, akik ilyen zseniálisan tudják a magyar néplélet, vagy a géniuszt mozgatni, úgyhogy hát ezekről majd még beszélgessünk egyszer-kétszer. Hát én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Köszönöm. Remélem, hogy lesz 50 vagy 100 év múlva megint alkalmunk, hogy visszatérjünk erre, hogy mi történt. Hogy a felhőben meghallgatjuk majd ezt még egyszer. Ja. Úgy legyen. Köszönjük szépen. Köszönöm. További tartalmakért látogasson el az országépítő.net weboldalra. Országépítő Podcast. Anyag és szellem. A magyar szerves építészet hangja.